Ha megnézzük, hogy mi az, amit a UNESCO ír Byblosról, mely a világörökség része, akkor érdekes dolgokra találunk. Először is ugye egy úgynevezett műholdkép, ami nem más, mint ugye egy grafika. Nagyszerűen látszik itt Byblosz városa a földközi tenger partján, és Egyiptom, illetve Dél-Kelet-Európa között. Jelenleg Libanon országához tartozik. Elmondják, hogy Byblosz az egyik legősibb föníciai város, és közvetlenül szerepe volt a föníciai ABC elterjesztésében. Az összes jelentősebb birodalom megfordult Byblosz városában, a perzsáktól a római birodalom, a bizánci templomok és a keresztesek szintén használták a középkorban, illetve az ottomán birodalom. Szintúgy szerepet vállalt Byblosz úgymond fejlődésében. Hogy miért is a világörökség része, az első kritérium az, hogy Byblosz városa tanúsítja a föníciai civilizáció kialakulását, illetve azt dokumentálja számunkra. A másik kritérium az pedig az, hogy a mediterrán világ városiasodását, illetve a mediterrán világban a városok kialakulását szintén dokumentálja, és az egyik legfontosabb példaként szolgál erre. A városok, illetve az a rendszer, amiben mi élünk, hogy rengeteg ember egy helyen, mindenféle emberek egy helyen, ez nem más, mint a babiloni vagy a bábeli elmélet az, hogy minden ember egy helyen legyen, egyszerűbb kordában tartani őket, illetve nem csak egy egyszerűbb kordában tartani, hanem a kultúrákat egyszerűbb egybeolvasztani, egybekeverni. Ez az, amire az összes nagy birodalom épült, a perzsától elkezdve mindegyik, de akár természetesen Babilon is, és inkább azt mondanám, hogy onnantól kezdve az összes a római, különösen, de a görög szintén, akik átvették mindenféle népek istenségeit, és egy hatalmas pogány kultúrát alakítottak ki ebből, ami a mai nap érte el a csúcspontját a mi világunkban. A következő kritérium az az, hogy a föníciai ABC elterjesztésében közvetlen szerepet vállalt, és ez az, amit az emberiség tulajdonképpen használ, legalábbis annak egy nagy része. Akit esetleg érdekel, számos link található az oldal alján, amelyből extra információk derülnek ki Byblosszal kapcsolatban. Az egyik érdekes, ez a dokument, mely egy munkálatot mutat be, amelynek során a néhány műemléket megmentettek, illetve azt, hogy hogyan is történt ezeknek a megtisztítása, területek, illetve a műemlékek megmentése. Ha ellátogatunk az Ancient History Encyclopedia oldalára, ami ancient.eu, ha jól emlékszem, igen, ancient.eu, akkor látjuk azt, hogy Byblosz városáról elég sok információ található itt. Ez ugye a föníciai Gebal városa eredetileg, melynek görög neve Byblosz volt, és a mediterrán tenger, a földközi tenger partján terül el. Egy érdekességgel kezdődik ez a beszámoló, mely úgy szól, hogy Byblosz úgy gondolta, hogy ő az legrégebbi város a világon, és az istenség vagy hatalmasság El volt az, aki az idők kezdetén alapította a várost, és Föníciának a vallási központja maradt mindvégig. Mivel a papirusz volt a fő kereskedelmi terméke, így a görögök átvették a város nevét, Byblosz, és ez későbbiekben könyvekre módosult, és a Biblia ugye innen kapta a nevét. Ezt már megvizsgáltuk. A város egy kis halászfaluként kezdte pályafutását Gubal vagy Gebal néven, melyet a görögök Föníciának neveztek, de az ős lakosai Kánánnak hívtak. Természetesen ezt a területet jól ismerjük az írásokból.
a kánaaniták mindig is az erkölcstelenség, a pogányság és mindenféle utálatosságok megtestesítői voltak a teremtő szemében. Úgyhogy ha ez a város volt ennek a területnek, amit Kánánnak hívtak, a vallási fővárosa, akkor el lehet képzelni azt, hogy mi az, ami ott folyt. De erre mondok egy példát, illetve mutatok egy példát, ez Vaikra 3 Mózes 18, melyik kezdődik, szólj ismét Jahua Mosénak, mondván, szólj Izrael fiaihoz, és mondd nékik, én vagyok Jahua, a ti hatalmasságotok. Ne cselekedjetek úgy, amint Egyiptom földén cselekesznek, ahol laktatok. Mit mondtuk Egyiptomról, hogy ezekkel a városokkal, mint Byblosz, Tírus és Sidon, ezekkel szoros gazdasági kapcsolatot tartott fenn, ezen kívül Byblosz volt a vallási fővárosa Kánának, illetve Föníciának később. Úgy se cselekedjetek, mint a Kánán földén cselekesznek, ahová beviszlek titeket. Se azoknak rendtartásai szerint ne járjatok. Azaz, figyelmezteti őket, hogy ne kövessék ezeknek a népeknek az életmódját. Miért? Az én végzésem szerint cselekedjetek, és az én rendeleteimet tartsátok meg, azok szerint járván én vagyok Jahuva, ti hatalmasságotok. Azt mondja, hogy ne úgy éljetek, hanem így. Felsorolja nekik, hogy hogyan ne ér, mi az, amit ne csináljanak. Azért, mert ezeken a területen élő emberek így éltek. Felszólítja őket, hogy ne csinálják ezt, amit Egyiptom vagy Kánán földén cselekesznek, az ő végzései szerint cselekedjenek. Akkor ezek szerint azok a népek az ő végzései ellenére cselekedtek. De ez egyértelműen kiderül, ha végolvassuk és megtaláljuk a 24-es versben azt, hogy egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül, mert mindezekkel a ma pogányok fertőztették meg magukat, akiket én kiűzök előletek. Honnan? Kánán földéről. És fertőzötté lett ez a föld, de meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert kiokádja az a föld az ő lakosait. Tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet és végzéseimet, és ne járjatok úgy, ahogy azok, és ez utálatosságok közül semmit meg ne cselekedjetek, se a benszülött, se a közöttetek tartózkodó jövevény. Mert mindezeket az utálatosságokat megcselekedték annak a földnek a lakosai, mely előttetek van, és fertelmessé lőn az a föld. Hogy ki ne okádjon titeket az a föld, ha megfertőztetitek azt, amit kiokádja azt a népet, amely előttetek van. Mert aki cselekszik valamit ez utálatosságokból, mind kiirtatik az így cselekvő az ő népe közül. Tartsátok meg azért, amit én megtartani rendelek, hogy egyet se kövessetek amaz utálatos szokásokból, melyeket követtek ti előttetek, és meg ne fertőztessétek magatokat azokkal. Én, Jahua, vagyok a ti hatalmasságotok. Mik voltak ezek az utálatosságok? Azokat is leírja 3 Mózes 18-as fejezetben. Senki se közelgessen valamely vér szerinti való rokonához, hogy felfedje annak szemérmét. Felfedni valaki szemérmét, a szexuális kapcsolatba lépni vele. Azaz ezek a népek a vérfertőzést gyakorolták tulajdonképpen. A te atyádnak, a te anyádnak szemérmét ne fedd fel. A te atyádnak feleségét, a te atyád lányáét, az anyád lányáét, a te lánytestvérednek szemérmét, a fiad lányának szemérmét, a te lányod lányáét, az atyád feleségének, a lányának a szemérmét, a te atyád lánytestvérének szemérmét, a te atyád vérrokonainak, az anyád lánytestvérének, az anyád vérrokonaiét, az atyád fiú testvérének szemérmét, annak a feleségét, a menyedét, és a többi, és a többi. Az asszonyt és a lányát ne vegyél feleségül valakinek a feleségét, és annak a lánytestvérét, az asszony havi baja alatt ne közelíts hozzá, a te fele barátod feleségét ne. A te magzatodból ne adj moloknak, azaz ne áldozza fel a gyermekét, férfiúval ne hálj, azaz a homoszexualitás, az állatokkal való közösülés. Mind-mind, ezek egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül, mert mindezekkel ama pogányok fertőztetik meg magukat, akiket én kiűzök előlük. És ez itt Egyiptom, illetve Kánán földéről beszél. Ami nem más, mint ugye Byblosz, Tírus, Szidon, ugye ez a rész itt a térképen, valamint Egyiptom, Izrael pedig itt terül el. Szóval ez volt az,
a terület, amelyikről beszélt, hogy ezek az emberek így éltek. Nem véletlen az, ami történik ma ebben a régióban. Irak, ugye a Bagdad, ami a volt a babiloniai birodalom, Szíria, de az egész terület volt az, ahol ezek a pogányok éltek. Különösen itt ugye, hiszen hallottuk, hogy Byblosz városa azt mondja, hogy ők a legrégebbi város, illetve ennek a pogány területnek Byblosz a vallási fővárosa. Időszámításunk előtt 3000 körül a város kinőtte magát egy hatalmas metropolisszá, és a cédrus, a libanoni cédrus híres kereskedelmi termék volt, melyből ugye a papiruszt készítették. Egyiptom volt az egyik gazdasági partnere, és ez volt az a kapcsolat, mely az évek folyamán, az évtizedek, évszázadok folyamán igen szorossá fejlődött a két terület között, és mind a kultúra, mind a vallás természetesen keveredett is, hiszen mindkettő pogány tradíciókon alapul. Mellékesen Byblosz az a város, ahol a legenda szerint Isis megtalálta Osirisnek a holttestét, miután Szet megölte Osiriszt. Úgyhogy Byblosz fontos szerepet töltött be az egyiptomi pogány kultúrában szintén, ugyanis úgy gondolták legalábbis a legenda szerint a pogányok, hogy ez volt az, ahová Isis elment, és abban a fában, ami Osiris teste fölött, illetve körülötte nőtt, abban megtalálta Osirisnek a holttestét. A föníciaiaknak szintén megvolt, a kánaánitáknak szintén megvolt a maguk pogány tradíciója, ez pedig egy örök harcot ír le a jóságos Isten, illetve egy másik istenség, mely a gonoszt képviseli, és a kettő közti harcról beszél, mely az egekben zajlik, és ez egy örök harc Baal, az ég istene, illetve Yam, a tenger istene között. Mely egy hasonló történet Osiris fia, Horus, és a sötét, úgymond istenség Szet között. Úgyhogy nehéz eldönteni azt, hogy melyik volt előbb, a föníciai hagyomány vagy az egyiptomi, az azonban kétségtelen, hogy a kettő nagyon is hasonló, ugyanis Baal, aki számtalanszor említ az írás, illetve Yam harca hasonlít Horus, illetve Szet harcához. Ez ugye Fönícia, vagy Kánán, és egyes történetírók odáig elmerészkednek, hogy azt állítsák, hogy Fönícia majdhogy nem egy egyiptomi kolónia volt, ennyire közeli volt a viszony a két ország, illetve tartomány között. Időszámításunk előtt 2150 körül az amoriták voltak azok, akik elfoglalták a várost, ugye ez ismerős lehet, ugyanis az írás számtalanszor említi, mint Emoreusok, ez például Bereshit 15, te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénységben, csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az Emoreusok gonoszsága még nem tölt be. Ez ugye a szövetség, melyet Ábrahámmal kötött, ez pedig Bereshit 15, folytatólag, e napon kötött Jahuva szövetséget Ábrahámmal mondván, a te magodnak adom ezt a földet, Egyiptomnak folyóvizétől fogva, a nagy folyóig, az Eufrátesz folyóvízig, a Keneusokat, Kenizeusokat és Kadmoneusokat, a Hitteusokat, Perizeusokat és Refeusokat, az Emoreusokat, Kananeusokat, Görgazeusokat és Jebezeusokat. Azaz a Nílustól az Eufráteszig terjedő területet adta ennek a népnek, melybe beletartozik természetesen Kánán földje, ami a legnagyszerűbb terület lett volna. Ezek azok, ahol ezek a pogány népek éltek, Byblosz pedig ennek volt az egyik legősibb városa, illetve a vallási központja. Byblosz helyét átmenetileg 1100 és 725 időszámításunk előtt átvette Tírus, azután azonban, mikor 332-ben Nagy Sándor lerombolt a Tírust 332-ben időszámításunk előtt, Byblosz újra felvirágzott, ekkor azonban
már a pogány görög kultúrát, nyelvezetet, illetve ruházatot magára véve, illetve ahhoz alkalmazkodva. Ekkor vált híressé igazán a papirusz előállításról, és innen ered a görög név Biblia, az írás, a Szentírásnak. A rómaiak vették át a város időszámításunk előtt 64-ben, ők természetesen ismét átalakították és hozták az ő pogány kultúrájukat ide, a templomokkal, a fürdőkkel, illetve a kertekkel. Természetesen a templomok szintén pogány jelképek, ugyanúgy, ahogy a közös fürdőzés, ugye az emberek együtt, a meztelenség és az erkölcstelenség, ugyanúgy, ahogy a kertek, amiről rengetegszer ír az írás, hogy Aserotnak vagy Aseráknak kerteket építettek, ez a tradíció végigvonul az egész történelmen, hiszen az egész történelem egy és ugyanaz a nagy pogány hagyományokat követi az emberiség nagy része, ami Babilonból ered. Remélem, hogy már azért kezd kirajzolódni a kép mindenkinek Biblos, illetve a Biblia szó eredetével kapcsolatban, és arra vonatkozóan, hogy igazából a legtöbb kifejezés, melyeket mi használunk valamilyen formában, pogány eredetű, és ez sajnos ugyanúgy igaz a Biblia kifejezésre is. Remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, és hamarosan folytatjuk még mindig Biblosszal, azután pedig át fogunk térni a pogány istenségekre, melyek ezzel a várossal hozhatók összefüggésbe. Addig is a legjobbakat, és halleluja!